Nyári ellenőrzésen a NAV munkatársai. Kockázatelemzés alapozta meg a vizsgálatokat. Elsősorban azoknál a vállalkozásoknál jártak a revizorok, ahol előzetes adatok alapján vélhetően nem volt minden rendben, vagy korábban már megbüntette őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szezonális, főleg turizmushoz köthető vállalkozásokat vizsgáltak, azokat, ahol akár 300%-os forgalom növekedésre is számítottak a nyári hónapokban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10 millió forint mulasztási bírságot szabtunk ki a vállalkozásokra. Ez azt jelenti, hogy a 235 ellenőrzésnek közel 40%-a zárult valamilyen megállapítással, tehát ezekben az esetekben találtunk a vállalkozásoknál hiányosságokat. Elsősorban ellenőriztük a számla és a nyugtaadási fegyelmet, a bizonyatolási fegyelmet, illetve a kitelepüléseknél az online pénztárgép működését helyettesítő számlaadási fegyelmet is, valamint a foglalkoztatottak bejelentését is. Jellemzően nem csak az egy-két napra felvett munkatársakat nem jelentik be, hanem azokat sem, akik akár az egész szezon alatt dolgoznak. A be nem jelentett alkalmazottak esetén akár 1 millió forintig terjedő büntetésre számíthatnak a vállalkozók. Körülbelül hasonló bírságot szabtunk ki az idei évben is, mint az előző években. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon sok esetben az alkalmazottak bejelentését most sokkal többen mulasztották el, mint az előző években. Országos viszonylatban 7600 ellenőrzést szervezett a NAV idén nyáron, és összesen 300 millió forint bírságot szabott ki. Legtöbbször Szabolcs megyéhez hasonlóan nyugtahiány és fekete foglalkoztatás miatt büntetett a hivatal, de 12 helyen idéglenes üzletbezárást is elrendeltek.